Azt mondják, hogy hiba. Hibázott a Kati és a Juci. Sót tettek a dobostortába, cukrot a lábszárpörköltbe, barnazoknit húztak a magas sarkuhoz. Endre bácsi meg újra gyerekekkel kidobósozik. Ha van ilyen, na? A lónak is négy lába van, mégis szabadon engedi a gyerek bántalmazót. Hiba. Hiba. Hm? Na de mit tudunk jelenleg erről az aprócska kis hibácskáról? Nagyjából úgy foglalhatnánk össze, hogy befolyásos állami és egyházi vezetőket csoportja megkerülve a bíróság döntését, titokban a köztársasági elnök kegyelmi jogkörével visszaélve kihozták a börtönből egy predátor jobb kezét. Hát a hibánál talán egy árnyalattal jobb szó a fogolyszöktetés, esetleg az összeesküvés, hatalommal való visszaélés, hm? és hogy a kegyelem maffia pontosan kikből áll máig nem tudjuk. Másokkal egyetemben az én véleményemet is kikérték. Az előzetes vélemények és a rá és életére vonatkozó információk alapján egyetértettem azzal, hogy kegyelmet kapjon. Tehát másokkal egyetemben Balogh Püspök véleményét is kikérték. Kik lehetnek azok a mások? Kik voltak még benne csak logikai alapon ugye ebben az országban az az ökölszabály, hogy amikor a főorvos hibázik, akkor a nővért vonják felelősségre. Amikor az igazgató ront el valamit, akkor a portás repül. Amikor a nemzeti színház igazgatója miatt majdnem megrokkan két színész, akkor mondjuk pont nem történik semmi. Szóval ki vagy kik lehetnek az egész mögött, ha beáldozták a köztársasági elnököt és az EP lista vezetőt? <hül> Ez egy Rejté. Ahogy az is rejté, hogy a püspök úr hát miért ilyen kemény magával. Nem azért kell bocsánatot kérnem, mert egy kegyelmet kérő ember mellé álltam. Ilyet Mádül Ferenc elnöksége óta hivatalból és lelkipászorként többször megtettem, hanem azért, mert ez az ügy a Református Egyháznak kárt okozott. Nem kér bocsánatot az áldozatoktól, a közvéleménytől, de a rossz sajtóviszhang miatt megköveti a Református Egyházat. Hát ne tegye püspök uram, ne tegye. Ön egy élő Krisztus, akit megfeszítenek, pedig csak hitt abban, hogy Endre bácsinak jár egy újabb esély. Hát én nagyon remélem, hogy a zsinat maga mellé fog állni a mártíromságban, és nem holmi a buzált gyerekek mellé. A tanácskozáson a tisztségviselők négyötöde vett részt. Ez vélemi nyilvánító, titkos szavazással ért véget, melyen a jelenlevők 86%-a bizalmáról biztosított. Ezt én nekik hálásan köszönöm. 86 ho, 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 az igen, ez még a holdról is látszik. Sőt, ezt talán még a jóisten is látja. Egy dolog viszont aggasztó, az a 14 százalék, 14 százaléknyi lépsi, 14 százaléknyi a gyócsánya református egyházban. Ajajajajajajajajajajajajajajajaj. Ami csodag az emberek! Ha nem értesültek arról, hogy Endre bácsi egy székely góbé, református atyánk fia, remek pedagógus. Ah, Istenem! Hátba szúrták ezt a remek balok püspököt, aki egyébként sem tehet semmiről. Ha az elnök kérésére bármilyen ügyben állást foglalok, az kizárólag rá tartozik. Akár tévedtem, akár nem. Ez a tanácsadói szerepkörben magától értetődő. Döntéseket ő hoz, szuverenitása megkérdőjelezhetetlen. Elnök asszony a nyilvánosság előtt elmondta, amit szükségesnek tartott. Az általa hözött döntésért ő vállalta a felelősséget. Isten! Persze, persze, minden felelősség Katalin asszonyé. Hát, hogyha egyszer egy lakatlan szigeten találod magad balok és nincs élelem, akkor neked annyi. Nyersen fog megenni. Nem lesz benne kímélet, ahogy katicával szemben sincs. Elalszol, és arra ébredsz, hogy a combodból lakmározik. Hát tényleg bibliai ember. Ott vannak a pokol hasonló démonok. De az elmúlt évszázadokban a református egyházat veszélybe sodorta az ellenreformáció, a kommunisták, és most megint halálos veszély leselkedik rá a Kipcsak Josi barát képében. A főtisztelendő úr gátlástalan magyarázkodásának hatására azért sok tisztességes lelkész is tiltakozott, így Balog lemondott. De nem a lelkészségről, nem is a püspökségről, hanem a zsinati elnökségről. Mint hogyha Endre bácsi a vádak következtében lemondana a harmadik C osztály főnökségéről, de továbbra is tanítaná a tesit a kémiát és vezetné a nyári táborokat. Tehát Balog továbbra is közéleti szereplő és református püspök, lelkek gyógyítója, és azt mondja, hogy harcol tovább. Ne féljetek, ne legyenek illúzióitok, továbbra is harcolni fogok. Ez a dolgom. Erre tettem esküt. Harcolni fogok. Harcolni fogok elsősorban magammal, a saját bűneimmel. Másosorban értetek és az egyházunkért. Szegény reformátusok. Na, ők tényleg össze vannak zárva balok püspökkel azon a bizonyos lakatlan szigeten. A jó püspök lemondásos lenemmondása a dollár baloldal pénteki tüntikéjén ért utol, ahol a Rubel jobboldal médiája szerint 150 ezer embert hülyítettünk be azzal, hogy Azaria koncertet fognak hallani. De nem ez volt a legjobb. Egészen elképesztő kreativitást villantott a tiszteletünkre az m híradó szerkesztősége, ahol sikerült a demonstráció képeit, a tüntetés követeléseinek egy részét és Orbán Viktor Facebook videóját úgy összevágni, hogy a kegyelmi ügyről szó sem esett mintha az utcán levő tömeg egyenesen a kormányjal szolidarítana. A tömeg óhaját teljesíti a vezír, nagyjából ezt a címet adta volna a beszámolónak Léni Riefenstahl, ha a híradó értelmezését előre látja Körtész, akkor biztos nem vonta volna vissza a támogatását. Ugyanis a tüntetés előtt az az apró kellemetlenségért minket, hogy Széki Attiláról kiderült, ő nem csak egy egyszerű hip-hop előadó, hanem egy valódi avangárd művész, aki bár azt írta nekünk, hogy támogatja az eseményt, ezt úgy kellett volna értelmeznünk, hogy nem támogatja. A kormánymédia egész hadjáratot épített arra, hogy Potyondi felhasználja a híresen megbízható, makulátlan életű Körtisz nevét, hogy tüntetést szervezzen. Az események hatására minden esetre önvizsgálatot tartottam, az eredménye, hogy innentől teljes lelkesedéssel, Tím Majka. Aprócska érdekesség, hogy erről a Curtis botrányról tucatnyi hír jelent meg abban a kormány sajtóban, ami három napig egyetlen hírt sem eresztett át a kegyelmi botrányról. Curtis azzal indokolta a visszalépését, hogy ez egy politikai rendezvény. Majd másnap hol bukkant fel a kis komisz ember, Na hol? Orbán Viktor évértékelőjén. Tehát a népszerű rapper bár nagyon utálja a gyermekbántalmazást, de egy civilek által szervezett tüntetésen már nem vesz részt, mert ezek között a civilek között sok a lipsi. Oké, okay, értem. És annyira utálja a gyermekbántalmazást, és annyira távol akarja tartani magát a politikától, hogy az Endre bácsit szabadon engedő állampárt rendezvényén viszont örömmel pózol. A mondom én, avangárd ember, Én azért óvatos lennék a Fidesz helyében. Ha az igen nemet jelent a lilavérű Körtisznél, akkor a Fradi elnök Kubatovval a közös, kedélyes csoportkép simán jelentheti azt, hogy Orbán takarodj. Körtisz profizmusa, abból viszont tisztán látszik, hogy dobott egy tót Gabit, a totgabizás az a kommunikációs csodafegyver, amit akkor használsz, hogyha valami igazán vállalhatatlan csinálsz, de hogy ezt ne vegyék túl szigorúan, az emberek úgy tompított, hogy előkapod a gyerekedet, és csinálsz egy közös fényképet, amiről éppen csak az év apukája vagy anyukája felirat hiányzik. Nagymestere ennek a technikának egyébként a teljes ninja kormány, Orbán Viktor hat unokával, Novák Katalin három gyerekkel, Szijjártó Péter Gyudzsák Balázsjal műveli mesteri szinten. Körtis ezt a képet posztolta, miközben azzal vádaskodott, hogy a saját céljainkra használjuk a gyerekeket. Természetesen a fia arcát én takartam ki. És ha már tud Gabi, a művésznő nem bírta ki, hogy a figyelem nem rá irányul, ezért ő is bejelentkezett, hogy nem jön el a hősök terére ok. Elsősorban azért nem, mert állítólag sokat bántották a szervezők, hát a magam nevében ezt megerősítem, másodszorban meg, mert nem oldalaktól független a rendezvény. Mondja a békemenet beyoncé -ja. és egyébként nem is mondott teljesen igazat, igazából ott volt velünk ő is, az Elég volt című számát lejátszottuk a tüntetés előtt, hát tényleg gonoszak vagyunk. De nem csak Gabi, hanem a DK is teljesen meghűült. Hogyan lett a bicskei gyermekbántalmazásból a közvetlen elnökválasztás követelése? És hogyan csicskulhatott be emögé a hülyeség mögé egy halom ellenzéki párt? Értem, hogy Gyurcsány egy zseni. Ő az egyetlen a mai politikai mezőnyben, aki már legyőzte Orbán Viktort és az egyetlen, akit Orbán négyszer vert rommá kétharmaddal, de ez a megfejtésük a problémára honnan jött? Persze, lehet, hogy Ferinek van igaza, hiszen az összödi beszéd után Gyurcsány volt hasonló helyzetben, mint most Orbi, és bizonyára eszébe jutott, hogy mitől is rettegett akkor igazán, Ülte Klárával és Vadai Ágnessel a parlamentben, a miniszterelnöki dolgozószobában, a Kossuth téren tüntikézett a jobboldal, és Feriék meg azért imádkoztak, hogy csak ne kezdje el követelni a Fidesz, hogy válasszák közvetlenül az állami számvevőszék elnökét, mert akkor vége, kész, akkor ennyi volt. És most, hogy itt a nagy pillanat, kiderült, hogy a kormány nyakig benne van egy gyermekbántalmazási botrányban, most Feri Orbán torkára rakja a kést, és azt suttogja, közvetlen elnök választás. Azt a vista, baby. Hát, bennem azért vannak kétségek, hogy a közvetlen elnökválasztás választás lenne Orbán cselepatakja. Az viszont tisztán látszott az évértékelőn, hogy a Fidesznek továbbra sincs semmi mondása se a kegyelemről, se a gyerekvédelmi rendszer csődjéről, se arról, hogy hogyan úszhatta meg János bácsi 8 évvel az évtizedes erőszakot, és hogy szabadulhatott egy másik bicskei tanár predátor felfüggesztettel. Élete legerőtlenebb beszédét mondta a főni, pedig apuka igyekezett minden felelősséget a Novák Matolcsi Brüsszel hármasra kenni, attól sem zavartatva, hogy ebből kettő az ő embere. Még valami Gazdasági csodát is behaluzott az öreg, hát nyilván régen járt a Tesco-ban vásárolni. Minden esetre a kegyelmi ügyre annyi magyarázatot sem adott, mint Putyin Navalnyi halálára. A politikai hiba persze akkor is bosszantó, ha van rá magyarázat. Hát még ha nincs. És miért nincs? Hm? Ki akadályozza meg Novák Katalint, hogy magyarázatot adjon? Aznap fáradt voltam. Egész nap a férjúrammal, pistámmal veszekedtem, mert szeretne tábornok lenni, de mondtam neki, egy nap alatt lett a lezredes. Ha holnap tábornok, akkor jövő héten már Napóleonnak kell kineveznem. Ezen bedurcizott, ezért almáspítét sütöttem neki, hiszen tudom, hol a helyem. És nem volt időm átnézni a kegyelmi kérvényt. Vagy miért nem ad magyarázatot a hibára maga a miniszterelnök úr? Hm? Igazán megtisztelhetne bennünket ennyivel. Csak néhány egyszerű és igaz szó a gyermekvédelemről, például így. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkurtuk. Nem kicsit? Nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint hogy mit csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. De nem. Nincs magyarázat. A kegyelmi döntés miatti felháborodást az növelte dühé a jobb oldalon, hogy nem egy bonyolult helyzetben hozott döntésről van szó, hanem egy ki nem kényszerített hibáról. Ha Putyin kérte volna, vagy az azeri elnök, hogy legyen szabad Endre bácsi, akkor nem lenne dühös a jobb oldal? Ha jól fizetnek az oroszok, fűteni meg kő valamivel, nem? Ha jogállamért nem adnak kenyeret a boltba? Ha a jogállam nem fizeti be a sárga csekket? Jó tették, hogy szabadon engedték Endre bácsit, kurva kölykök. Aminek mentek oda? Én biztos vagyok abban, hogy messze nem annyira romlottak aljasak és cinikusak a jobboldali emberek, mint ahogy a miniszterelnök úr gondolja.